hozta most itt életre ezt a falfestést a Színes Város csoport tagjainál. Kiírtunk egy rajzpályázatot gyerekeknek, arra kértük, hogy rajzolják le, hogy milyen szupererővel ruháznák fel a kedvenc női személyüket. A legtöbb gyerek természetesen az anyukáját ruházta, vagy ruházná fel szupererővel. A szemmel való varázslás, tehát valami szuper lézerszem szemmel való erő, az nagyon érdekesen látszik. Még nagyon érdekes volt, hogy nagyon erősen megjelent a természetvédelme, az állatok védelme. A rajzpályázatra beérkezett művek alapján készültek el ezek a falfestmények. Mögöttem látható mű Bakos Zsuzsi, két konkrét gyerekrajzot épített be a művébe, amiből született a láthatatlan váló lány alakjait mögöttem, illetve még az állatokat védelmező szuperhős. Enikő a másik oldalon, ő egy kicsit elvontabban építette be a szimbólumokat a saját munkájába. Már a szupererőknél tartunk. Én mindenképpen a teleportálást választanám, hogy miért? Hát elég ide magunk mögé pillantani a forgalmi dugóba. Noémi, te milyen szupererőt választanál magadnak, ha tehetnénk? Hú, ez egy jó kérdés. Több is szerepel a listámon. De természetesen nekem is az időben való utazás az eléggé praktikus lenne, mert azzal hadilábon állok. Vagy még esetleg, ha így osztódni tudnék, az is néha nagyon fantasztikus lenne. Nekem, ami először beugrott, az az volt, hogy én lelassítanám az idő múlását, ami számomra túl gyors, és itt most így bele is kezdenék abba, hogy hol vagyok én a képen. Én a bálna vagyok a képen, tehát nekem így minél nagyobb a zen és a nyugalom, annál otthonosabban érzem magam ezen a világon, ami amúgy gyágyel kevesebb van. Engem így a leginkább azok a rajzok szólítottak meg, amiken így a nőknek a természettel való különleges kapcsolatát jelenítették meg. A nők és a víz, és így, ugye ez is egy ilyen alap szimbólum, hogy az éltető erő, hogy önmagunkból éltetjük a környezetünket mi nők. Egy boszorkány van az egyiken, egy jó boszorkány, tehát annak a jó minősége, és egy ilyen tenger alatti vízilény. Ugye, ahogy mondtam, ezt az idő felgyorsulását, például ez arra is vonatkozik, hogy a mai milyen falfestőművészek ritkán engedhetik meg magunknak azt a luxus, hogy felrajzolják kézzel. Általában felvetítjük, mert úgy a leggyorsabb, és itt például nekem külön tetszett ez a feladat, hogy így nekem kell arányosan felrajzolni, és ez volt így az első lépés, hogy így felnagyítani a kis vázlatomat a falra. Tehát én hengerrel meg ecsettel dolgozom, szóval nem fújok, hogyha teltem. Nekem az úgy sokkal jobban kézre esik, hogy így van egy ilyen fizikai kapcsolatom a fallal. Milyen érzés, hogy most már ez a festmény itt marad, és színesíti valóban a várost? Hát nagyon király, vagyis én nagyon élveztem. Fontos az üzenet, fontos az, hogy minél szélesebb közönséghez eljusson, és azt gondolom, hogy nagyon jók ezek a falok a köztéren. Nyilván színesíti a város, segít a városképet még izgalmasabbá tenni, ezen kívül ugye tisztítja is, és az emberek a hétköznapokban, akár csak itt tényleg itt elsohanunk a villamossal, csak egy pillanatra kizökkenti őket a hétköznapi mókuskerékből, már megérte.